Van egyébként minden egyes ember életében olyan helyzet és emlékkép, ami egyébként biztos vagyok benne, hogy nem személyfüggő, amikor megmagyarázhatatlan módon azt érzi, hogy kizökken az univerzumnak a szabályszerűségéből, és egy olyan élményt, egy inspirációt kap, egy olyan löketet tud befogadni, ami által úgy érzi, hogy a föld felett lebeg. Ezt nevezhetem amúgy brutális inspirációnak, vagy egy lelki felszabadultságnak, de valahogy ezt az illatot próbáltuk, és ezt az illatot vetíti ki az új Soho illatunk, ami egy rendkívüli művészi illat. Nem véletlenül a Soho negyedről kapta, hiszen minden, ami művésziesség, minden az, ami árt, kultúra és gyönyörű környezet, minden az, ami egy kicsit elvarázsol és kizökkent a hétköznapokból, az a Soho környezetben tudod megtalálni, egyébként Angliában és New Yorkban is van ilyen környezet, úgyhogy ez az, amit definiál maga az illat. Természetesen illatjegyében is ott vannak azok a forró fűszerek, amik teljesen el tudnak minket varázsolni, gondolj csak nyugodtan a fahéjra, a tonkababra, a vaníliára, de ennek van egy agárwood és egy szantálfás, nagyon elegáns, nagyon exkluzív kiegészítése. Egyébként a pézsma, a dohány és a sáfrány keveréke pedig ad neki egy olyan alapot, ami által maga az illat szinte lemoshatatlan, és egy gyönyörű szép illatfelhővel fog rendelkezni. Nagyon-nagyon összetett illatjegyekről beszélünk, nagyon-nagyon szépen kialakított parfüm. Tényleg én azt tudom mondani, hogy az élet ihlete egy üvegbe zárva, ez az új Soho, imádni fogjátok, hogy mindenki imádja, aki valaha ezt megszagolta, csekkoljátok!